Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Gajdos Csabi vagyok, a mai nap arra fogunk ránézni, milyen szoftvertesztelési és fejlesztési módszertanok vannak. Kezdjünk is bele! Ezt a témakört az ISTQB CTFL tanfolyama viszonylag gyorsan lerendezi, hiszen 3 vagy 4 szoftverfejlesztési és tesztelési modellt említ meg összesen, majd utána haladunk tovább. Viszont amikor én ezt csináltam, ezt a vizsgát eredetileg, nekem nagy segítség lett volna, hogyha valaki összefoglalja, hogy honnan indultunk és hova érkeztünk. Ez egy hosszabb videó lesz, viszont igyekszem minden részletet belerakni, ami szerintem fontos lehet. Az első modell, amit szeretnék megismertetni veletek, az a klasszikus vízesés modell. Ez az egyik legrégebben használt szoftverfejlesztési módszertan, a fejlesztés és specifikáció kidolgozásával veszi kezdetét, ahol valaki rögzíti az ügyfél igényeket és megpróbál elképzelni arra egy technikai, szoftveres megoldást. Ezt felvázolja a lehető legnagyobb pontossággal egy leírásban, amit követelmény specifikációnak neveznek. Miután a követelmények leírását az ügyfél jóvá hagyta, az egyetért annak a tartalmával, akkor elkezdődhet a fejlesztés. A fejlesztési munka lezárása az a kész szoftvercsomag. Miután lezárult a fejlesztés, utána következik a tesztelés, ahol megírjuk és lefuttatjuk a teszteseteket. Ennek végeredményeképpen egy minőségbiztosítási jelentést állítunk ki, majd utána következik a software deployment, azaz az élesbe történő helyezés. Ezután már csak a support van hátra, azaz, hogyha production-ben valami hiba következik, akkor azt a szoftver összes életciklusába vissza kell vezetni ezt a változást. A vízesés modell a legrégebbi modell. Ennek a hiányosságai sajnos azok, hogy mivel a tesztelés a legvégén történik, előtte elég sok minden történhet, amire a tesztelésnek nincs ráhatása, ezért ezt nem is szokták minőségbiztosítási rendszernek hívni, hanem ez inkább csak tesztelés, ami a folyamatnak a végén van, hiszen nem tudjuk nagyon biztosítani a folyamatnak a minőségét, csak tesztelünk a folyamatnak a legvégén. Ennek a folyamatnak a hiányosságaiból következett a következő modell, ami a V-modell, ez az egyik legismertebb projektmodell, hiszen ahol projektben fejlesztenek szoftvereket, ott általában a V-modell szerint haladnak. Itt már az egyes, itt ugyanúgy megvannak a vízesés elemei, viszont az egyes vízesés elemek mellé párban beállnak már a tesztelési szintek is. Így, amikor már megírják a requirement-et, tehát a követelmény dokumentációt, akkor párhuzamosan vele megírjuk a teszt, elkezdjük írni a teszteseteknek az első draftját, vagy leírását, azaz a user acceptance test megszületik. A V-modellben már vannak tesztelési szintek, tehát itt már beszélhetünk unit tesztről, beszélhetünk integrációs tesztről, rendszerintegrációs tesztről, beszélhetünk rendszer tesztről, és beszélhetünk user acceptance tesztről, tehát az ügyfél elfogadási tesztjéről. A modellnek az az előnye, hogy az ügyfél már a kezdetektől fogva részese a folyamatnak. A hátránya viszont az, hogy mivel a folyamat maga egy projekt, az több hónapon keresztül elnyúlik. Általában ez a folyamat, ez úgy szokták mondani, hogy behívja a hibákat. Ami azt jelenti, hogy lehetőség van arra, hogy az emberek félreértsék egymást a folyamat közben, nem ösztönzi a résztvevőket arra, hogy folyamatosan egyeztessenek, kommunikáljanak, és így megvan a lehetőség arra, hogy egymást félreértsük, és így hibák történjenek a folyamat során. A harmadik modell a prototípus modell, ami egyfajta átmenetet képzett a V-modell és az agilitás között, hiszen ebben a modellben a prototípuson belül a fejlesztés már egyfajta ciklikusságot követett. Prototípusok sokkal gyorsabban készen voltak, mint az adott V-modellben készülő megfelelője, tehát nem több hónapig tartott a projekt, illetve az, hogy egy termék a piacra kerüljön. Így a többi versenyzővel ellentétben már rögtön piaci előnyhöz juthattak azzal, valós ügyfelektől érkezett visszajelzéseket tudtak szerezni hónapokkal korábban, mint a többi versenytársuk. Visszajelzéseket beépítve elkészítettek egy újabb prototípust, ami lehet, hogy még mindig tartalmazott hibákat, de sokkal jobban illeszkedett a végfelhasználók igényéhez, és emiatt a végfelhasználók sokkal jobban megkedvelték, ami egyenlő volt a nagyobb piaci részesedéssel is. A folyamat hátránya az, hogy ebben a folyamatban a tesztelés még mindig csak a végén történik meg és egyszer.
Tehát magában a ciklusban belül nincsen tesztelés, hanem a cikluson kívül, csak a deployment előtt van egy rövid tesztelés. Ezt a folyamatot hivatott az Agilis Manifesto orvosolni, ahol az egyéneket és a személyes kommunikációt preferálták, a működő szoftvert, a megrendelővel történő együttműködést és a változás iránti készséget. Így a fejlesztőket és a tesztelőket emberekként kezelte és emberekként vette számításba, ezzel együtt belevette azt is, hogy a fejlesztőknek és a tesztelőknek is vannak rossz, jó napjaik, érzéseik, hibázhatnak, de utána hibákból tanulhatnak és még gyorsabban egy helyesebb, jobb szoftvert tudnak a piacra dobni. Maga az Agilis Manifesto rengeteg változást hozott a fejlesztés, a szoftverfejlesztés és tesztelés világába. Maga az agilitás egy olyan mentális állapot, ahol az egyén szereti a kihívásokat, nem riad meg a nehéz feladatoktól, sőt, kedveli a nehéz, megoldhatatlan feladatokat, és örömét leli abban, amit csinál, mindeközben a kudarc élménytől se fél, hiszen hogyha kudarc van, akkor abból gyorsan lehet tanulni. Ebből érthetően következik, hogy attól még, hogy egy agilis módszertan szerint dolgozunk, lehet, hogy nem minden csapattag agilis. Pont ezért ez egy nagyon nehéz és nagy téma, amit az ISTQB és egy külön certifikátban kezel. A következő szoftverfejlesztési módszertan, amiről szeretnék beszélni, az a RAD, az a Rapid Application Development. Lényegében egy felgyorsított vízesés modell, ahol gyors vízesés ciklusokban zajlik a prototípus készítés. Ebből következően maga a folyamat még mindig tartalmazza azokat a lehetőségeket, ahol az emberek félreérthetik egymást, viszont már sokkal gyorsabban a piacra lehet juttatni a terméket, ami az adott céget mindig piaci előnyhöz juttatja, hiszen aki hamarabb kint van a termékkel, az többet is tud keresni, illetve ő lehet az első abban az adott témában. Ezek után az agilis módszertanok közül a Scrumot szeretném nektek bemutatni. Ez az agilis fejlesztés első nem hivatalos modellje. Ez egy olyan keretrendszer, amiben meg van határozva, hogy hogyan lehet agilis csapattal együttműködni. A Scrumnak megvannak a rituáléjai, vannak daily stand-upok, ahol naponta 10 percig felállva elmondja mindenki, hogy ki mit szeretne csinálni, illetve mit csinált tegnap. Maga a modellnek a lényege viszont az, hogy 2-től 4 hétig tartó, 4 vagy 5 hétig tartó ciklusokban ez a csapat, beleértve a tesztelőket, együtt közösen előállít 3-4 hetente egy terméket. Ebben a 3-4 hétben ők kiválasztanak bizonyos témákat, ezeken dolgoznak, és 3-4 hét múlva megy ki az élesbe a termék. Ez azt jelenti, hogy akár egy évben 12-15 release is kimehet egy adott szoftverhez, ami az előző modellekhez képest egy hatalmas fejlődés jelent az üzlet számára, hiszen érthető módon rengeteg termék kerül ki a piacra, és azzal sokkal gyorsabban tudnak a piaci igényekre reagálni. A fejlesztésre viszont hatalmas terhet ró, hiszen a korábbi megszokott 3-4 hónapos tempóhoz képest 3-4 hét alatt kell ugyanazt a mennyiséget sokszor ledolgozni. Ebben az egyetlen egy orvosság, ha így nézzük, az az, hogy az embernek viszont megvan az a szabad tere, hogy szeretheti, amit csinál, és élvezettel dolgozik benne egy olyan csapatban, ahol nincsenek igazából szigorú keretek, ahol teljes lazaság van, és a lényeg az, hogy a nap végén elkészüljön a munka. Egy-két különleges agilis modellt is szeretnék nektek még bemutatni. Van az Extreme Programming, meg a Pair Programming. A Pair Programming azt jelenti, amikor két fejlesztő leül egymás mellé, egy gép elé, az egyik kódol, a másik pedig folyamatosan nézi, ahogy a másik kódol. Azt gondolnátok, hogy ez nem hatékony, viszont a gyakorlatban ez sokkal hatékonyabb és minőségibb kódot eredményez sok helyzetben, mint hogyha az az adott fejlesztő követi a fejlesztési munkamódszertant, lefejleszti a csomagot, leadja, a másik átnézi, utána visszajelez neki, utána megint módosítja. Így gyakorlatilag sokszor rövidebb idő alatt ez a két ember rövidebb idő alatt elvégzi ugyanazt a munkát, mint hogyha külön-külön a másik modellben dolgoznának. A pair programmingot együtt szokták használni néha az extreme programminggal. Ez egy olyan munkamódszer, ahol ha valaki belekezd egy csomagba, addig nem fejezi be a munkát, amíg az nincs készen. Hiszen van olyan téma, amiben, hogyha az ember egyszer belekezd, amiben ha az ember egyszer belemélyül, akkor csak akkor lehet szépen is jól lezárni, hogyha mindent rögtön ott megcsinálunk. Rengeteg ilyen téma van, és pont emiatt ez az extreme programming akkor hatékony, akkor jó, hogy olyan szakemberek dolgoznak benne,
akiknek több évtizedes rutinjuk van az adott témában, és tényleg csak annyit szeretnének, hogy valaki napokig hagyja őket békén, hogy befejezhessék a munkát. Mondhatni azt, hogy az agilis modellből ahány cég van, annyiféle modell létezik. Ezek közül az egyik legismertebb a Spotify modell manapság, ahol a Spotify mint kis cég egy nagy cégé válása során használta ugyanazt az agilis Scrumot, használta ugyanazt az agilis módszertant, és leírta azt mások számára, hogy ők mind kis cég, akik voltak 10-15-en, hogy bővültek több száz fős céggé, és közben tartották ugyanazt az agilitást, és csináltak rendszeres release-eket. Ezt a modellt a Spotify alkalmazza nagy sikerrel, lényegében onnan lett híres, hogy a Scrum és az agilitás iparosított formáját hozták létre benne, a legtöbb nagy multiknál használt agilis modell, mint például a Safe vagy Less, erre a modellre épül, vagy ezt a modellt igazította a saját működéséhez. Itt az egyes Scrum csapatokat chapterekbe osztják, illetve az egyszerre rendezik őket squadokba és chapterekbe. Így lényegében egyszerre hoznak létre egy vertikális és horizontális szervezetet, a modell sikerességét a Spotify cég startupból nagyvállalattá növekedése bizonyítja a legjobban. Ehhez kapcsolódik általában két másik kifejezés, amit az iparban szoktak használni, a SAFE, azaz Scaled Agile Framework, és a LESS, azaz Large Scale Scrum, amik a Spotify modellből tanult agilis elveket próbálják a nagy multik számára lefordítani és használni. Vannak olyan módszertanok, amik kifejezetten a tesztelés miatt alakultak ki. Ilyen például a TDD, azaz Test Driven Development. Itt a tesztesetek határozzák meg, a tesztesetek maguk a dokumentáció, abból fejlesztik a kódot, és akkor teljesült a kód, akkor készült el a kód, hogyha lefedi azt, amit a teszteset leír. A TDD modell hiányossága, hogyha a teszteset valami teszteset véletlenül hiányos, akkor arra nem lesz fejlesztés, tehát hogyha a tesztesetben valaki félreértette például az ügyfelet, akkor ott hiányos lesz a fejlesztés is. A BDD, azaz a Behavior Driven Development, ennek a TDD-nek a továbbfejlesztett változata, ahol gyakorlatilag nem tesztesetek, hanem üzleti követelmények határozzák meg a fejlesztést. Emellett van még Feature Driven Development, ami ugyanezt csinálja, csak feature-öket veszi alapvetésnek, van Acceptance Test Driven Development, ezeken kívül van még EDD, azaz Experiment Driven Development, ahol a kísérletezés hajtja előre a szoftverfejlesztést. Mindezeken kívül ott van még a DevOps, mint egy hatalmas téma, ami gyakorlatilag úgy született meg, hogy az üzleti emberek rájöttek arra, hogy azok a fejlesztők és tesztelők, akikkel ők addig együtt dolgoztak, mint fejlesztők és tesztelők, ők képesek valójában sok esetben arra is, hogy egy szervert adminisztráljanak, így megkapták ezt a felelősséget is, tehát felrakhatjuk a saját kódunkat a saját szerverünkre, és azért mi vállaljuk a felelősséget is. Nagyon sok helyzetben ez leegyszerűsíti az üzleti folyamatot, hiszen a tesztelőknek nem kell más valakire várni, hogy egy szerveren egy folyamatot elindítson, ő maga belép, felrakja a csomagot, ő maga el tud intézni mindent, ami szükséges neki a teszthez, viszont ugyanakkor ez egy hatalmas felelősséget is ró a fejlesztőkre és a tesztelőkre, hiszen a szerverek adminisztrációja egészen addig egy külön munkakör volt. Ahogy látjátok, ahány cég, annyiféle modell létezik a piacon, ami fontos a mi számunkra, a tesztelők számára, hogy a termék, amit a piacra szállítunk, modelltől függetlenül ugyanolyan jó minőségbe kell, hogy kiszállítódjon, és hiszen nagyon sok helyzetben meg kell feleljünk olyan minőségi elvárásoknak, amit az ISO 9001 támaszt például, vagy környezetvédelmi előírásoknak, és ezekkel kapcsolatban csak úgy tudunk biztosra menni, hogyha az adott szoftver tesztelése, vagy minőségbiztosítása már akár rendszer szinten be van építve a folyamatba. Nagyjából ennyi volt a szoftverfejlesztési és tesztelési modelleknek az összefoglalása. Igyekeztem amennyire lehet érthetően elmondani, ha mégis maradt valami kérdés, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben, illetve hogyha többet szeretnétek beszélgetni, akkor gyertek a Discord csatornára. Ha pedig valaki élőben szeretne dumálni, akkor találkozunk Twitch-en a következő Test & Coffee alkalmával. Köszönöm szépen, hogy ma is itt voltatok, jó tesztelést! Feliratkozás, like, tudj!